Gyivánovics Dániel az előző mandátumban köztársasági parlamenti képviselőként tevékenykedett. Az újonnan alakult közbefektetési minisztérium államtitkári feladatait látja el ezentúl. A VMS jelenleg öttagú képviselői csoporttal rendelkezik a belgrádi törvényhozásban. Kormányzati szinten Gyivánovics mellett még hét államtitkár tevékenykedik. Jaksa Róbert a környezetvédelemmel, Juhász Attila a mezőgazdasággal, Lálígy Urbán Emese az építés ügyjel, Kerekes József a pénzügyjel, Nyilas Mihály az igazságügyjel, Vickó Ferenc pedig az egészségügyjel foglalkozik. Bicsek Anna Mária az Oktatási Minisztérium államtitkáraként dolgozik majd. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági frakció vezetője közösségi oldalán azt írta, soha ilyen gyorsan nem írták alá a koalíciós szerződést, és soha ilyen hamar nem nevezte ki a kormány az államtitkáraikat. Több minisztériumban is egyelőre csak az általuk delegált államtitkár kinevezése történt meg.